néhányan már attól teljesen kiakadnak, amikor meglátják, hogy egy használt autóban 200 vagy 300 ezer kilométer van, és hát igen, ők jól látják, most meg fognak szédülni, mert ebben meg már több mint 1 millió. It's the coldest hand to run down this land. Sokan veszünk szerelemből autót, de az emberek nagy része nem szerelemből választ autót, hanem mert el szeretne jutni helyekre, és ezen az autón pont ez látszik, hogy a műszaki része igazából amennyire lehet friss, viszont a külseje az elhasznált, és ez bizonyítja az ilyen tákolós javítás is, ami nem szép, de igazából karosszéria, és hát igen, ez egy használati tárgy, és úgy is kezelték. A Superb karosszériája alapvetően egészen jól kezelt, de azért az idő, a sok só, meg a sok tél azért megteszi a hatását, és itt a sárvédő íveken már látszik, hogy megkezdődött a rozsda, meg a küszöbök végénél. De nem kímélte a sok körömnyom az ajtót, és itt is van valami kis oszlopnyom az első lökhárítón, meg a hátson, de hát, amit ennyit használnak, az kopik is. Látszik, hogy a felpattogzó kövek már erodáltak itt egy kicsit a gépháztetőn, és az UV-ette lámpák sem olyan skodálatosak, mint régen, viszont ezek, a krómok mennyire szépen csillognak még mindig. Beszéltem a tulajjal telefonon, hogy van-e valami emlékezetes balesete az autónak, és balesete ugyan nem volt, de néhány apró horpadás azért megmaradt az évek során. Ilyen például ez itt, amit egy Balaton környéki bevásárlóközpont sorompója okozott, az zörgetett végig itt az áosztopon, de mivel a használati értékét igazából nem befolyásolja, ezért így maradt. A csomagtér felénél, hol pedig annyira leveles, hogy megkívántam nagyanyám rétesét. Mint minden nagyobb bacska dízel limuzint, úgy ezt a Superbet is arra vették, hogy használják, hogy nagyobb távokat menjenek vele, viszont ezt egyáltalán nem féltették, pont olyan volt, mint egy mikrosütő. Tehát minden nap ott volt, minden nap működött, és amikor egy kicsit rosszabb állapotban volt, akkor költöttek rá, hogy műszakilag teljesen tökéletes legyen. Viszont nem múlt el nyomtalanul ez az 1 millió kilométer, mert a váltón már érezni, hogy nem annyira feszes, a kormány sem olyan pontos már, és ugye itt a beltéri műanyagokon mindenhol látszik, hogy elkoptak ezek a soft touch felületek, amik ugye tökre jellemzőek az ilyen korabeli Volkswagen termékekre. A kormány fes lett, az ülés szakadt, viszont a motor az kifejezetten erős, így rendesen megy, hogyha gyorsítunk, akkor tök motiváltan odébb lehet vele állni. A fék viszont már nem olyan, mint újkorában, jó előre meg kell gondolni, hogy mikor szeretnénk megállni. Aminek viszont nagyon örülök ezen a nyári napon, hogy hoztam váltópólót, mert a klíma, bármennyire is azt akarom, hogy hideget fújjon, inkább meleget fúj. Úgyhogy a következő részeket valószínűleg egy teljesen más színű pólóban fogom végigcsinálni. Ebben az autóban ugye már benne van a földhold távolság több mint 2,5-szerese, és ez meg is látszik rajta. Itt-ott vannak rajta rohadások, horpadások, festéklepattogzások, de ettől most már olyan, mint egy futócipő, amit az ember elhasznál, de még mindig szívesen elmegy benne egy kicsit kocogni. Nem tart már annyira, de megszoktuk. Van egy elmélet, miszerint az autók jobb oldala sokkal jobban rohad, mint a bal, mert ez megy az út széléhez közelebb, ami ugye koszosabb, és hát ez itt beigazolódni látszik, mert hát 1 millió kilométer, az mégiscsak 1 millió kilométer. Itt valóban ez az oldal látványosan jobban rohad a díszléceknél, a sárvédőíveknél, meg itt ebben a ficakban, mint itt a másik oldalon. Ezt a 2001-től 7 éven át gyártott Superbet a legtöbben az első generációként ismerik, de valójában már volt előtte egy a 30-as évek végétől. Ez az autó itt, a Volkswagen azon platformjára épül, ami még az első A4-essel mutatkozott be, és a Superb, a kupolapásztát és a korabeli A6-os, tudják, az a gömbölyű épült még rá, éppen ezért hosszmotoros és első kerékhajtású. Ennek a Superbnek nem az elhasználtság és nem a rozsda a lényege, hanem az a sok-sok 9-es ott a műszerfalon, mert ilyen tényleg csak ritkán fordul elő. A Superbnek van pár ilyen alapvető típus betegsége, mint például, hogy a kesztyűtartó nyitókája letörik, vagy egyszerűen megszűnik működni. Itt ez teljesen tökéletesen csillapítottan funkcionál, valamint
hogy ezek a légrostélyok nem feltétlenül maradnak meg ilyen szép állítható formájukban, hanem így eltöredeznek, és így egyesével kell őket kibillenteni, mint itt a másik oldalon. De elfáradt már a szövet az ajtókárpitokon is. Így kitakarítva ez az autó igazából még mindig élhető. Csak hát látszik rajta, hogy ezzel a váltóval már nem egyszer szúrtak egyest. Ennyi idő alatt a Superben kialakultak olyan praktikus megoldások, mint hogy az elektromos ablakot egyszerűen csak le tudom húzni kívülről, hogyha bent hagytam a telefonomat, kiveszem, majd szépen visszacsukom. Az viszont tökre meglepő, hogy a futómű az így rendesen jó. Tehát tart, feszes, lehet vele tök jókat kanyarodni. Simán el tudom képzelni, hogy ez elvisz bárhová, annak ellenére, hogy ki van akadva az órája sok 9-esnél. Kényelmes és csendes is. Tényleg egy rendes utazóautó. Nem tudom, hogy a deréktámasz okozza, hogy egy kicsit nyomja a hátam, vagy ki van ülve, de alapvetően, mondom, én ezzel simán lehúznék a Balatonra, hogyha nem gyulladnék meg benne. Tehát minden úgy működik, mint ahogy működnie kell, tehát az index az feszes, nem lötyög semmi. A gombok működnek, és egyik sincs megkopva, tényleg csak az ilyen könyöklő, meg ajtóbehúzó, meg az ilyen gyakran használt rekeszeknek a fedele van megkopva. Néhány meg azért nem működik, néhány pedig egyszerűen csak kinyitva marad, de hát ez óhatatlan ennyi idő után. Biztos nem egyszer pakolták bele a kulcsot meg a telefont. És hát ez egy szuper. Rettenet sok hely van mindenhol. Rendesen lehet benne kalaposkodásnak lenni, mert van annyi hely. Igényesen még mindig gázteleszkóp tartja a gépháztetőt, és hát még ennyi idő után is elvégzi a feladatát, tehát tartja. Az 1.9 PDTDI alapvetően megbízható motor hírében áll, nem véletlenül futnak ezek taxiként, vagy akár így lakossági felhasználásban is több mint 1 millió kilométert. Azért vannak vele apróságok, a turbó vákumcsöve elfáradhat, az EGR elkokszolódhat, néhány apró szenzor az évek során megadja magát, és ebben az autóban, a PDTDI-ben ugye nincs egy nagy nyomású szivattyú, hanem ezt a feladatot a porlasztók, vagyis a PD elemek látják el. Ennek egy előnyomást állít elő, egy kis tandem szivattyú itt, ennek a meghibásodása is jellemző, és egyébként itt belül még futnak vezetékek, amik egész életük során olajban fürdőznek, és hát mivel olajban fürdőznek, az szépen így beheszi magát, és tönkre teszi őket, tehát ezek lehetnek még a típushibák. Ezt a Superbet itt 2006. január 31-én vett át az első tulajdonosa, és aztán több mint 1 millió kilométert használta, és az annyira meggyőzte, hogy most is egy Superben ül, ezt az autót pedig leadta, a Skoda pedig úgy gondolta, hogy érdekes lehet, ezért nem tűnik el majd csak úgy a semmibe, nem lesz belőle kiskanál, hanem mindenkinek megmutogatják, hogy mit bír a technika. Ez az autó hamarosan a műhely pornóba látogat. Hogyha részletesebben is kíváncsi vagy arra, hogy milyen a műszaki állapota, akkor iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és kövess minket, és olvasd cikkeket is!